Jó estét kívánok, köszöntöm a Sportrét műsorának nézőit. Ma adásunkban főszerepet kap a labdarúgás. Elsőként kezdjük egy kicsi nosztalgiázással. A Berzenagy János gimnázium diákjai mindig is híresek voltak a sportban elért eredményeikről. Ezúttal nem az eredmény, hanem a tradíció volt a fontos, ugyanis a berze foci évtizedek óta hagyomány. A tét végig focizni egy napot, ahány éves az iskola, annyi percig. Természetesen az esemény fénypontja az öreg diák mérkőzés, mely idén sem maradhatott el. A Nosztalgia csapat felelősét, Szerdai Gábort kértük meg, értékelje a találkozót. 33-34 éve működik ez a fajta rendezvény. Én úgy gondolom az első évben volt, csak az nem volt még letisztált, vagy ez már rögtön összeindult akkor, vagy pedig úgy, mint most a tavasz folyamán április végén került sor. Az igazság az, hogy én azt hittük a csapat többi tagjaival, akik hasonlóan velem együtt kezdtük el, hogy telnek a múlnak az évek, egyre nehezebb lesz nekünk, és hát az igazság az, hogy nem így van. Nem így van most, már mondom, volt egy-két ügyes játékos, de elég nagy lett a különbség most a mi csapatunk javára. Úgyhogy összességében a négy osztállyal vívott mérkőzések során végeredmény nagy küzdelemben 15-2 lett az öreg fiúk javára. A mérkőzés nagy arányú különbsége meglepte a szeniorokat, igaz, sajnos egyre több az elvonó erő a sporttól. Egyre nehezebb a diákok közül is azokat megtalálni. Beszéltünk a testnevelőkkel ott a mérkőzés alatt után, akik végigjátszák ezt a mérkőzést, nem a mi ellenünk való mérkőzés, hanem összességem ugye hány éves az iskola, annyi perces mérkőzést. Egyre kevesebben sportolok, már sok mindenkit elszív más sportág, illetve más elfoglaltság, ebből kifolyólag egyre nehezebb, de én bízom benne itt a játékos társaimmal együtt, hogy ez ugyanúgy, hogy elmúlt 33-34 évben berendezésre került, folyamatos lesz az egész, és ugyanúgy tudunk beszélgetni jövőre, vagy 10 év múlva vele ugyanígy. A jó hangulat és a szép mozdulatok nem maradtak el ezúttal sem a Vajnagy Károly tornacsarnokban. A sport szeretete pedig egészen biztosan még jó pár évtizedig összehozza majd a berzés diákokat, erre a Nosztalgia örök focira is. A terem foci, illetve a Berzenagy János gimi Nosztalgia foci után még mindig a teremény a főszerep. Az M2-es futsal bajnokságban az Energia Szét Gyöngyös a Kecskemét csapatát látta vendégül a felsőházi rájátszás keretében. Az Energia Szét Gyöngyös az M2-es futsal bajnokságban hazai pályán fogadta a Kecskemétről érkező ellenfelét. A mérkőzés esélyese papíron a vendégcsapat volt, amit már az első játékrészben igyekezett igazolni. Ekkor még 3-1 arányú vendégvezetés mutatott az eredményjelző. A második félidőben Berkes edző és csapata már a tisztes helytállásért küzdött, egy hazai találat mellé még 5 kecskemét érkezett, és így végül 8-2 arányú magabiztos vendéggyőzelem született. Tegnap előtt nagy pályás mérkőzés volt 60-ban, ahol sikerült egy bravúros 3-3-as eredményt elérni. Szerintem nem tudtunk felpörögni erre a mérkőzések előképpen, és ez érződött is az egész meccs alatt, hogy le volt ülve a társaság, enerváltan fociztunk, és mentálisan fölén kerekedett a Kecskemét, és ezáltal a szerencse is mellünk pártolt, és amikor volt egy apró reménysugár, hogy talán visszatudunk jönni a mérkőzésbe, akkor egyből kaptunk olyan gólokat, vagy olyan gólt kaptunk, ami talán el is döntötte ott a végkimenetet. Kós Károly, a kecskemétiek edzője elmondta, ma nem játszott jó csapata, de a számszerű eredménye természetesen elégedett volt. Igazából nem játszottunk ma jól, de azt gondolom, hogy Gyöngyös is a tudása, tehát elmaradt a tudásától. Alapvetően azt gondolom, hogy azzal tudtunk föléjük kerekedni, hogy a stabil védekezést, amit szerettünk volna, abból jól tudtunk átmenni támadásvezetésekbe, és jobban használtuk ki a helyzeteinket az első félidőben. Utána pedig már nyilván jönni kellett a Gyöngyösnek, és gyakorlatilag szinte a góljaink zömét azt kontrákból rúgtuk. A felsőházi küzdelem sorozatból már csak 2 mérkőzés van hátra. Az Energia legközelebb május 20-án játszik majd újra hazai pályán. A folytatásban váltsunk osztályt. A labdarúgó MB3-ban a Gyöngyösi Atlétikai Klub a bentmaradásért küzd. Ennek egyik fontos állomása volt az elmúlt hétvégén a Sajó Bábony elleni mérkőzés. Nézzük a találkozó rövid értékelését és összefoglalóját. Az MB3-as bajnokságban szereplő Gyak a Sajó Bábony csapatát fogadta hazai pályán. Az esős hideg időjárás ellenére sokan voltak kíváncsiak a mérkőzésre, mely akár arról is döntött, hogy a zöld-fehér gyöngyösi csapat a jövőben továbbra is a harmadik vonalban folytathatja a játékot. A mérkőzés első 15 percét leszámítva nem volt kérdés, hogy ezen a napon kiszerzi meg a 3 pontot. Laurinyec gólérzékenysége, Tarnai kiváló szervező munkája, a védelem stabilitása
és a fiúk taktikus játéka meghozta gyümölcsét a gyöngyösi csapatnak. Mi szokásosan visszatér minden mérkőzésen, egyéni felelősségek, pontrugások után nem tudunk koncentrálni, tehát ilyen gólt nem lehet kapni. Úgyhogy igazából gyakorolhatsz egész héten, meg stabilá teheted a csapatodat, ezekre a dolgokra nem tudsz felkészülni. Az elején volt két nagyon nagy lehetőségünk a gólon kívül, hogy legalább egy X, de adott esetben akár egy győzelem is benne lehet a mérkőzésbe. Aztán itt az elején az hidegzuhanyként jött a rögtön a második fél elején a hazaiak találata, utána meg már csak futottunk az eredmény után. Ezen a napon a Gyöngyös mindenben felülmúlta ellenfelét, és megérdemelte nyert 4-1 arányban. Fokozatosan átvettük a játék irányítását, úgy érzem. Egy-egy után akkor is volt már helyzetünk, Laurinesznek volt két helyzete, de a második fél időben átbeszéltük a dolgokat, hogy hadd hozzuk ki a labdát, hogy széleket bontsuk meg, és úgy érzem a második fél időben teljesen megérdemeltem, győztünk még ilyen arányban is. Kiváló volt a pálya, megmondom őszintén, áll az égnek, múlt héten nem itt játszottunk, mikor azon a esőzés volt, nagyon remek volt a pálya, és ilyenkor minden jó. Nagyon jól tudtuk, hogy ezt a mérkőzést hozzuk, ha megnyerjük a mérkőzést, akkor egyre jobban megvalósulnak, amit elterveztünk, a céljunkhoz közel fogunk kerülni. Úgy érzem, a bemaradás nincsen még meg, akkor a bemaradás meg, hogyha a vonalat meghúzzák. De úgy érzem, ebben a győzelemben nagy lépést tettünk, abból a szempontból is, hogy ezt a Sajóvában leszakítottuk magunktól, ők már nem lesz veszélyes, de most már az a lényeg, hogy minél pontot szerezünk, és minél hamarabb biztosítsuk a bemaradást. A gyaka 3 pont begyűjtésével a tabella 11. helyére lépett elő, alaposan leszakítva maga mögött az alsóháziakat. Folytatás a Salgótarján otthonában. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség által szervezett Városi Kispályás Szabadtéri Bajnokság megkezdte küzdelem sorozatát. Kovács Róbert elnöktől a részleteket is megtudhatjuk. A Gyöngyösi Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség a közelmúltban tartotta meg közgyűlését, ahol a hagyományos beszámoló és pénzügyi terv elfogadása mellett több érdekes javaslat is elfogadásra került. Kovács Róbert, a szövetség elnöke foglalta össze a legfontosabb változásokat, melyek elsősorban a bajnokság lebonyolítását érintették. Ebben az évben is az volt a probléma, hogy valamiért az első osztály nem vonzó a csapatok számára, és azok, akik kiharcolták a feljutást az első osztályba, azok úgy döntöttek, hogy nem vállalják ott a szereplést. Ez kicsit érthetetlen, hiszen egy versenysportban azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogyha valaki egy alsóbb osztályba eredményt ér el, és kiharcolja a magasabb osztályba szereplés jogát, akkor annak örül. Hát itt nálunk nem ez volt, és emiatt megint újfajta elgondolásokat kellett elővezetni. Végül is az lett a többségi szavazás végeredménye, hogy a 37 benevezett csapatot 4 osztályba soroljuk be. Ugye eddig 3 osztályba versenyeztünk. Az első osztályban 9, a második osztályban 10, a harmadik és a negyedik vonalban egyaránt 9-9 csapat játszik majd az alapszakaszt és rájátszást tartalmazó versenysorozatban. Az öreg fiúknál 17 csapatunk van, ez egyel sajnos kevesebb, mint az előző évben. Itt is azt a megoldást választottuk, hogy 9 csapat verseny az első osztályba, és 8 a második osztályba. Itt is az a megoldás, hogy a oda-visszavágókat követően megfeleződik a mezőny, és az első helyezettek egy felsőházi rájátszást, a második fele a mezőnynek pedig egy alsóházi rájátszást játszik, és így alakul ki a végeredmény. Azt gondolom, hogy az még fontos, hogy független attól, hogy kevesebb csapatunk van, a közgyűlés arról döntött, hogy az alsóbb osztály első 2 helyezettje jogot szerez a magasabb osztályba való szerepléshez, és a magasabb osztály utolsó 2 helyezettje pedig kiesik a magasabb osztályból. A tagság a közgyűlés keretében elfogadta a beszámolót és a 2019 évi pénzügyi tervet, valamint a 25 éve regnáló alapszabály módosított a sporttörvény előírásának is megfelelő aktualizált változatát is. Az NB1-es férfi kézilabda bajnokságban a Hedó B-Brön Gyöngyös ezúttal hétközi fordulóban a Veszprém otthonába látogatott. Most következő percekben a találkozó értékelését láthatják. A KNTH Liga 24. fordulójába a Veszprém otthonába látogatott a Hedó B-Brön Gyöngyös csapata. A sztárjátékosokkal tűzdelt Veszprém nem vette félváról a mérkőzést, és az első játékrészben igyekezett tisztes előnyhöz jutni. A szünet jót tett a Gyöngyösnek, Konkoly mester rendezte a sorokat, és a második félidőben a lehetőségekhez mérten sikerült is megközelíteni Mikleréket. Herceg Varsondán 6-6, Vilaszki 8 góljával emelkedett ki a gyöngyösi csapatból, amely a végére több mint 30 gólt lőtt a Final Four-ba jutott Veszprém csapatának. Egy nagyon masszív, gyors kézilabdát játszó Gyöngyös sikerült ma legyőzni a csapatomnak. Fontos volt, hogy a magyar bajnokság döntőjébe legyünk, ezért kértem játékosaimat, kiemelten koncentráljanak a mérkőzésre. Az első félidőben jobban sikerült, a másodikban a Gyöngyös tette ugyanezt eredményesebben.
A Gyöngyös ezen a mérkőzésen ismét bizonyította, van tartása az élmezőnyben lévő klubokkal szemben is. Az első fél időben kicsit elment a hajó, ezt ott próbáltuk kicsit javítani egyrészt az időkérésekkel, másrészt a cserékkel. Nem igazán sikerült, továbbra is olyan, talán a lámpaláz egy kicsit jobb szó rá, mint hogy kétségbe lettünk volna esve magunktól. Saját hibáinknak köszönhetjük azt gondolom többnyire azt, hogy könnyű gólokat tudott a Veszprém lőni, ezáltal nagyon nagy lett a különbség. A második fél időre ezt jóval hatékonyabban oldottuk meg, mind a támadásunkat, mind a védekezésünket. Két számot mondok csak, ami erről árulkodik. Az első fél időben 8 technikai hiba eladott labda volt összesen, a második fél időben 3. És a védekezésünk is kicsit feljavult, és meg tudtuk mutatni talán a második fél időben jobban, hogy mi is tudunk kézilabdázni, úgyhogy ennek nagyon örülök. A 38-32 arányú Veszprém győzelemmel záradó mérkőzéssel a hazaiak bebiztosították helyüket a magyar bajnokság döntőjében is. A Gyöngyös továbbra is stabilan tartja magát a tabella 6. helyén. Folytatás szombaton hazai pályán a Mezőkövesd ellen. Az előttünk álló hétvégén a Hedó Bébrony Gyöngyös utolsó hazai bajnoki mérkőzését játssza a Mezőkövesd ellen. Ehhez próbálunk egy kis kevcsinálót a következő percekben nyújtani a kedves nézőknek. Nézzük együtt a Hedó Bébrony Gyöngyös Tatabánya találkozó mérkőzését. Lássuk a találkozó első támadását tehát. Tatabányai védelem tengelyében a megszokottaknak megfelelően az íj és Sipos hármas védő páros. A kapuban pedig ezúttal Bartuc kezd a vendégeknél. Gyuris kapja a labdát és egy ragyogó védekezés belemenést harcolnak ki a vendégek. Sipos át a másik oldalra, Bujovics ráesett a hatosra. Több hibával kezdődik a találkozó. Herceg hát mögött tipasz le a szélre, és egy gyönyörű finom befejezés Urbán Egon, a Gyöngyösiek első gólszerzője. De hallhatták, hogy igazi horror program most a következő hetekben a Gyöngyös előtt. A bajnok Szegeddel kétszer, a Veszprémmel egyszer, most pedig a Tatabányával játszanak. 4 mérkőzés a 3 dobogós ellen. Ez azért elég kemény teher, viszont a gyöngyösi Facebook oldalon helyesen tippelők, Urbán nevét jelölték meg, mint első gólszerző ezen a mai meccsen. A helyes tippünkkel akár a Veszprémiek elleni teltházas találkozóra 2 jegyet is nyerhettek így. Bozsovics lő kapu mellé, cső kapuba. Ezzel egyenlít a Tatabánya együttese. Herceg. Ragyogó sánc, Sipos volt a helyén. Gyuris, ő is megjárta a válogatottját, és a szlovák nemzeti csapaton, ugye a miénk elleni EB-selejtezőn is pályán volt, sőt kikult is szerzett a magyar válogatott elleni találkozón. A Szlovákia nem jár túl jól a selejtező csoportban, Bartuc védi Gyuris lövését, hiszen az érdi vereség után még az oroszoktól is szoros csatába 22-21-re alul maradt. Grigorás ejti ki a kezéből a labdát. Újabb hiba tehát vendégoldalon. Vilovszky kapja. Bartuc! A második védése gyors egymás utánban. Nagyszerű bravúrokkal kezdi a találkozót. Beszélt róla a válogatott kapuvédő, hogy villámgyorsan beilleszkedett Tatabányán, és nagyon-nagyon jól érzi magát régi új csapatában. De arra még nem érzi magát késznek 4 hónappal a sérülése után, hogy válogatott is szóba kerüljön nála. Persze hosszú távon nyilván azért dolgozik, hogy akár újra oda kerülhessen a nemzeti csapatba. De azért egy bő keret esetében, így, hogy Matic kis szövetségi kapitány lehet, hogy nőttek az esélyei. Szőlősi lövésével fordít a Tatabánya együttese 2-1 a vendégeknek. Ijest és Sipost, Szőlősi és Grigorás cseréli 2 cserével a Matic csapat támadásból védekezésbe, illetve vissza. A
fontos ezt a gól, hogy felállt védelemmel szemben türelmes játékkal tudták összehozni. Szőlősinek az utolsó idegenbeli meccs a Mezőkövesd elleni győzelem során jól ment, akkor 4 gólt szerzett. Ez volt a Tatabányai a utolsó nagyobb erőpróbája, a Vecsést azért hazai környezetben elég könnyedén verték meg. Bartuc védése után egy gyors lerohanás, Vujovic próbált meg helyzetbe kerülni, és a mérkőzés első sárgája, Gyuri is kapja. Franyessel, és fordulhat a Tatabánya együttese. Urbán. Ő szerzi a gyöngyösiek második gólját is. Herceg, az szép volt. Elkezdte ő is a gúltermelést. 12-t vágott az utolsó hazai mérkőzésen. Hát valószínűleg azért a Tatabánya kapujában ennyit nem fog tudni. Dénes érkezik meg, leküldve a bal szélre Tatabányai oldalon. Branyes, ez most nem jó bejátszás, de marad a labda. Branyes megmutatja, hogy mi történt vele szemben. Ilyen méltánytalanság érte. Gábori rántotta magára. 5,5 perc még az első félidőből. Egyelőre nagyon szépen dolgozik a gyöngyös csapata. Alaposan megnehezítve a bronzérmes dolgát. Szőlősi, Milovszky kilép rá, és Gábori megint. Azt érdemes észrevenni, hogy párosával rendre 5-10 centi magasság hátrányban a gyöngyösi együttes. Ezt remek lábmunkával, keménységgel igyekeznek pótolni a sárgamezesek. Szinte minden poszton jóval magasabb, nagyobb termetű a tatabányai rivális. Szőlősi. És Branyes most nem találják meg. Tóth Mihály. Branyes belövi. Zseniális dolgokat művel beálló poszton a bosnyák. Ez is egy extra volt, ahogy összeszedés megint elhajolva a kapus mellett belövi. Csakulla zárult ez a tatabányai támadás is. Ubornyák. Marsandát. Megint ő fut be a falba. Aztán vissza a helyére. Megint zavarta ezzel a védekezőket. Hogy de szép gól! Ubornyák! Bartuc alatt perdíti be a gyöngyösiek 10. gólját. István adott neki pompás elzárást. És most a vendégcsapat kér időt. Próbáljunk két hotellet, Szeged. Engedjünk, tegedjünk. Demis, kettes kicsit kip. Hopp, fordulat. Nézd, mondjuk, hogy jön kettes. Akkor jön kettes, akkor beállod a pász. Egy jó zárás, te maradsz itt. Te menjél oda. És akkor húzás. Okay. De ezt mondtam előtte, szél és forgás, és ha kijön, akkor húzs be. Okay. De először próbáljunk hét kottelet. Gyere! Gyere! Kaszlár! Gyere!
Vladan Matic csapata vendégként azért játszott már több szoros mérkőzést is ebben a bajnokságban. Ugye Egerben rögtön az első idegenbeli meccsükön csak egy 25-25-ös döntetlenre voltak képesek, úgy, hogy még végén bravúrra sikerült egyáltalán a pontmentés. Aztán Szegeden 34-27-es vereség, egy bekalkulált vereség, viszont Mezőkövesden az utolsó bajnokiukat vendégként megnyerték 29-23-ra 3 héttel ezelőtt. Most is szeretnék ezt tenni. De látszik az első pillanatoktól fogva, hogy nem lesz egyszerű dolguk. Gyöngyösön nagyon be akarja bizonyítani a hazai csapat, hogy a Fradi elleni súlyos vereségük csak egy kisiklás volt, és képesek egy minőségi, igen erős ellenfélhez is felnőni. Szőlősi megy bele, remek Gerdán védekezés. Kubornyák. Megint jön a türelmes támadójáték a cserék után. Sipeki is csak védekezésben benne a gyöngyös oldalán. Őt Márquezre cseréli. Támadásban Konkoly Csaba. Kubornyák. Megint egy befuttatott szélső. Herceg. Sipos. Kubornyák lentről, bent van. Kubornyák is pompásan szállt be a meccsbe. Pár perc alatt lő két gólt. Ezúttal íj és lába mellett előve meglepve Bartucot. A túloldalon Tóth Mihály újabb védése. Megint a két gólos vezetésért támad a gyöngyös. Herceg jön, blokk, és így pottyan be a kapuba. Bartucz feje fölött a labda. Először két gól a különbség a meccsen a csapatok között. És a bajnokságban hetedik helyen álló hazaiak vezetnek kettővel. Kicsit megtorpant Vladan Matic együtteseit az utolsó percekben. De még két percük van a javításra a vendégeknek. Ilyes. Szőlősi. Mellé. Ott kínálta magát az alsó sarok, Kubornyák gyorsít fel. Hoppá. Ezt most elkapkodták. Gábori. Még a 13-10 az azért már ezen a meccsen tekintélyes előnynek lett volna mondható. Sipos. Szőlősi. Még egy kereszt, Grigorász. Ki volt a szabálytalan, kap is 2 percet érte. Az első gyöngyösi kiállítás a mérkőzésen. Grigorás. És be a szélre. Véres nem megy be. És reménytelen labda volt. Nagyon megakadt támadásban a vendég együttes. 10-9-re még. A tabányaiak vezettek. Ez lehet a negyedik gyöngyösi gól egymás után.
De már csak 10 másodperc a fél időből, Ubornyáknak sietnie kéne. Herceg, még egy kereszt, Ubornyák, lőni kellene. Márquez, Bartuc. Az ő védésével kezdődött az első fél idő, és az ő védésével is ér véget. Egy rendkívül intenzív, kemény csata fordulatokkal, amelyből a végén az első fél idő hajrájában Ubornyák vezérletével és remek védekezésével egyelőre a gyöngyösiek jöttek ki jobban. Így 12-10-es hazai vezetéssel vonulnak szünetre a csapatok. Nagy izgalmakat és nagy csatát ígér a második fél idő is.